Összecsaptak a venezuelai ellenzéki vezető Juan Guaidó hívei a biztonsági erőkkel szerdán Caracasban. A tüntetők megpróbáltak blokkolni egy autópályát egy katonai repülőtér közelében, és köveket, valamint molotov koktélokat dobáltak a biztonsági erők tagjaira. Utóbbiak könnygázzal és vízágyúval válaszoltak. Innen néhány száz méterre több ezren tüntettek Nicolás Maduro elnök ellen Juan Guaidó felhívására. Az utcán kell maradnunk, mondta az ellenzéki vezető. Addig kell folytatnunk, amíg el nem érjük, amit akarunk. Holnap elfogadjuk a közszolgálati dolgozók sztrájkra való felhívását, addig, amíg meg nem valósul egy általános sztrájk. Juan Guaidó kedden intézett felhívást a hadsereghez, hogy segítsenek eltávolítani a hatalomból Nicolás Maduro elnököt, de mindez idáig úgy tűnik, felszólítása nem talált elég követőre. Washington szükség esetén kész a katonai beavatkozásra Venezuelában, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeo beszélt az orosz külügyminiszterrel is telefonon. Szergej Lavrov megengedhetetlennek nevezte Washington beavatkozását Venezuela belügyeibe. Pompeo is arra kérte Lavrovot, hogy Moszkva fejezze be a beavatkozást Venezuelában.